Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamáj, én Bors Rihárd vagyok. És mai témánk kicsit kötődik a Nimródhoz, kicsit a művészethez, hiszen Nagy György Sándor alakja megkerülhetetlen a hazai természetfotózás történetében. Balázs Béla díjas, érdemes művész. Életműve évtizedekre meghatározza a hazai vadássajtó alakulását. Képeit a vadászok elsőként az 1971-es vadászati világkiállításon, majd később lapunk a Nimród hasábjain ismerhették meg. Július 3-án lett volna 90 esztendős, szeptember 9-én pedig halálának 30. évfordulóján emlékezhetünk meg róla. Ennek apropóján mai vendégem, lánya Ágnes. Köszöntöm, örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ágnes, nagyon közel van a művészethez, vagy volt, de erről nem. Lehet, hogy beszélünk, lehet, hogy nem, ez majd kiderül, hiszen szobrászművész volt. Ennek kapcsán, tehát a két, mert azért a fotózás is művészet, bárhogy nézzük, tehát valljuk be. Szerintem nagyon, igen. Nagyon is, mert meg kell fogni azt a pillanatot, be kell zárni egy olyan dobozba, amiből aztán fekete-fehér, vagy éppen színes műremek születik. Milyennek emlékszik édesapjára? Milyen volt ő? Hát egy nagyon-nagyon komplex ember volt. Volt neki egy nagyon-nagyon könnyen szerethető, nagyon-nagyon meleg oldala, amihez bárki tudott kapcsolódni, és ő is nagyon jól tudott kapcsolódni emberekhez, de volt neki egy másik oldala, ami teljesen zárt volt, és ahhoz hozzáférni gyakorlatilag lehetetlen volt. Úgyhogy ezzel mondjuk elég nehéz volt együtt élni, mert az ember sose tudta, hogy éppen mi fog rá várni, ez a meleg nyitott oldala, vagy a zártabb oldala. És nyilván a munkájához mind a kettőre szüksége volt. Mert ahhoz, hogy valamit meglássunk, ahhoz kell egy nyitottság. Viszont ahhoz, hogy azt földolgozzuk, ahhoz befelé kell forduljunk önmagunkba. De gyerekként sem tudott csatlakozni ehhez a zárt oldalhoz? Hát őszintén szólva, egyrészt nagyon régen volt, vannak nagyon-nagyon szép emlékeim, tehát néha elvitt engem magával, amikor ment fotózni, vagy volt egy-két olyan emlékem is, hogy egyszerűen csak elindultunk, és mentünk a Tiszára így kettesbe, tehát ezek nagyon-nagyon jó dolgok voltak, de viszonylag ritkán. Milyen volt vele egy fotózás? Hát fotózáson talán én magam annyit nem vettem részt, mert azért az neki egy nagyon profi dolog volt, meg hát végtelen türelemre volt szüksége, tehát egy gyerek nyilván egy idő után elunja a banánt, és nem akar ott ülni. De a természetjáráson azért emlékszem, hogy többször részt vettem vele. Van egy nagyon kedves emlékem, azt hiszem Gyulajban volt, ahol egy szánkós, ilyen téli lovas szánkós kiránduláson voltunk, ő meg én. Csodálatos emlék. Ugye a fotózás maga egy kültéri tevékenység, legalábbis a természetfotózás. Igen. Idézőjelbe kérdezem, hogy mennyire vitte ő haza a munkát? Mennyire dolgozott ő otthon? Hát, igen, ez egy jó kérdés. Tehát nyilván, amikor az ember hazajön egy ilyen természetbeli tartózkodás után, két nap, három nap, négy nap, egy hét, az iszonyatos mennyiségű fényképezőgéppel járt abban az időben, ugye manapság lehet, hogy ez már csökkentett, ugye digitális technikának köszönhetően, de ő rengeteg állványt, objektívet iszonyatos mennyiségbe vitt, és amikor hazajött, akkor ezt lerakta a lakásba, ahova éppen sikerült, és azok ott maradtak. És gyakorlatilag az ő munkája beterítette az egész lakást, tehát mindenhol jelen volt. Ő maga is hívta elő, gondolom, ezeket a... Volt a negyedik emeleten, tehát amúgy a lakásunk az első emeleten van, a negyedik emeleten volt neki egy kis laborja, és ott rengeteg éjszakát töltött el. Ott hívta elő a képeket, nyilván a fekete-fehéret. Ezekkel a képekkel önök szembesültek akkor? Tehát ugye mondta, hogy ki volt terítve, de mit tudom, elmondta, hogy ez a kép, ez most erről szól, tehát beszélt a munkájáról? Szeretett róla beszélni, igen. Tehát amikor megtalálta az igazit, rengeteget csinált ugyanarról, több száz közül, amikor kiválasztotta, hogy na ez, akkor mindig mondta, hogy nézzétek meg. Tehát az neki fontos volt, hogy akkor azt közölje. Elmesélt, hogy hogy született egy kép. Elmesélt, hogy hogy született, mik voltak a nehézségei annak a képnek, és rettenetesen tudott neki örülni, mikor érezte, hogy ez az, hogy ebben minden benne van.
annak idején járt vele a korabeli Nimród szerkesztőségben? Emlékszik ezekre a pillanatokra? Igen. Hát akkor az ugye a Zserbóval szemben volt. Ahogy most így visszagondolva, el sem tudom képzelni, hogy hogy kerülhetett ilyen prominens helyre. De akkor ott volt a szerkesztőség a második emeleten, több szobában, tehát én nagyon-nagyon jól emlékszem arra a helyre. És igen, voltam ott vele többször. Milyen volt ott a hangulat? Emlékszik erre? Igen, kifejezetten nyitott, és jó volt a hangulat, már amennyire meg tudtam ítélni. Viszonylag gyakran voltam ott, ha így visszaemlékszem, mert ugye azért a belvárosba, tudom, az ember megy a városban, a ugorj föl, tehát ilyen szinten sokszor mentem oda. És milyen energiája volt? Egy picit próbálok közelíteni. Milyen energiája? Éreztem már akkor egy ilyen szerkesztőségnek a létét, az energiáját? Hát tudatosan biztosan nem. De én úgy éreztem, hogy ott jó. És amúgy ugye édesapám nagyon-nagyon későn állt be munkahelyre. Tehát ő nagyon-nagyon sokáig élte a szabad életet, csak hát nyilván anyagi, meg egyéb szempontból ez nem volt lehetséges egy idő után. De neki, én nem tudok elképzelni neki ennél jobb munkahelyet. Tehát neki más nem lehetett volna. Mert itt azt csinálhatta, amit szeretett, de ugyanakkor megkapta hozzá a kellő szabadságot. Megrendelésre dolgozott? Erről tudunk valamit? Tehát mit tudom én, azt mondták, hogy akkor most kell egy sorozat, Bőgőbika, vagy az előbb kinyitottuk itt a könyvet, és én szerintem volt olyan is, de ő állandóan dolgozott, és akkor nyilván olyan őrült mennyiségű anyag jött össze, amiből bármit ki lehetett választani. De hát ment vadászatokra, ugye, ahol fotózott hatalmas terítékeket, tehát nyilván az megrendelésre történt. Volt kedvenc téma? Hú, erre talán nem tudom a választ, de azt tudom, hogy nagyon-nagyon szerette a madarakat, és a kis madarakat is. És ugye én csináltam édesapámnak egy emlékművet, ami Mártéjon található, és azon is kis verebek ülnek bronzból. Mert valahogy ebbe a dolgoknak az egyszerűségébe, a kicsi dolgoknak a meglátásába nagyon egy húron pendülünk. És igen, tehát ő szerette megfigyelni azokat a dolgokat, ami lehet, hogy másnak jelentéktelennek tűnik. De mondjuk szerintem sok fotós van így. Tehát a meglátás, valaminek a meglátása az egy csodálatos élmény, amit más, ami nem kiabál, nem hivalkodik. Tudom, hogy elfogult, mert egy lány az apa iránt biztos, hogy elfogult, de látja a művészetet a képeiben? Persze, hogy tehát benne van, de mint művészember látja a művészetet benne? Igen, abszolút. Érdekes, mert ő ugye festőművészként indult, és hát most, hogy már édesanyám is meghalt, rám maradt az egész rajz és festmény kollekció otthon, ebből már többet elajándékoztam Tornyai János Múzeumnak, különböző helyekre elkerültek, de én szerintem egy csodálatos grafikus volt. És egy grafikus ugye nagyon lényegre törően tudja megfogni a dolgokat, mert ott nincsenek színek. És ez az érzékenysége, ez a képessége abszolút jelen volt a fotóiban. Ezért mondhatjuk azt, hogy jobban szerette a fekete-fehér fotót, mert ugye az albumokban vannak színes fotók, igen, de a javarésze azért inkább fekete-fehér. Ez lehetett az a ragaszkodás? Szerintem ez egy nagyon jó meglátás. Igen. Tehát sose gondoltam erre így, de igen. Mert az annyira letisztult, a fekete-fehér. Meg hát nyilván, amikor ő elkezdte a fotózást, akkor nem nagyon állt más rendelkezésre. Könnyebb, ha már a fotózásról beszélünk, mint művészet, könnyebb a fekete-fehérrel alkotni, vagy inkább a színes a attraktívabb, mélyebb, nem, attraktívabb a színes biztos, hiszen a színek azért ott megjelennek, de a mélységét tekintve inkább a fekete-fehér az, ami jellemzőbb? Hát, ha tőlem kérdezi, akkor számomra igen. Tehát számomra a fekete-fehér az mindig nagyon nagy erejű, pont azért, mert annyira limitált eszközökkel dolgozik. De azért nyilván egy színes felvétel is lehet csodálatos. Ugye van nekünk egy kvázi kiállításunk, Nimród 111 néven fut, hál' Istennek több állomása volt, igen, már, meg lesz is még, és ugye itt az édesapja fotói is láthatóak.
Mennyire tudja édesapja emlékét ápolni, és tapasztalatai szerint mennyire érdekli ez a téma a mai embereket? Hát az igazat megvalva, édesanyám haláláig ő foglalkozott ezzel, mivel én külföldön éltem. Most már 80%-ban Magyarországon vagyok megint, de én ebbe így nem nagyon folytam bele. Tehát minden, ami történt apukám halála után, az édesanyámnak volt köszönhető, és ő abszolút életbe tartotta ezt a dolgot, és mozgásba tartotta, rengeteg kiállítás, kiadvány, naptár, könyv, rengeteg jelent meg. Ő úgy érezte, hogy neki ez kötelessége, neki ez feladata az életben, és nagyon szívesen is csinálta. Most, hogy ő már nincs, ugye nincs testvérem, úgyhogy most nekem kell beállni a sorba ilyen szempontból. Remélem, hogy meg fogom tudni tenni azt, ami lehetséges. De én nagy csodálattal tapasztalom, hogy mennyi embert érdekli még édesapám személye mindig, és hogy mennyire szeretetteljesen és odaadással és nagy tisztelettel beszélnek róla. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy csoda tényleg, hogy 30 év eltelte után, mikor hát valóban annyi jó fotós van, és a technika annyira sok mindent tesz már lehetővé, mikor a édesapám dolgozott, azért ez egy sokkal limitáltabbak voltak a lehetőségek. Ugye nemrég volt egy kiállítás, vagy még lehet, hogy most is van Hódmezővásárhelyen. Igen, még van, még van. Még van. Lesz még folytatás? Hát sajnos erre nem tudok válaszolni. Tehát az az érzésem, ez most egy ilyen személyes jellegű megjegyzés, hogy ha rajtam múlik, akkor ez nehezen fog menni. Mert egyrészt több mint 30 évig nem éltem itthon, nem ismerem a csatornákat. De bárki megkeres, akkor mindenre igent mondok ezzel kapcsolatban, mert fontos nyilván nekem is, hogy ez életben maradjon, amíg csak lehet. És ugye Hódmezővásárhelyen most van egy elképzelés, hogy díszpolgárra avatják apukámat. Felkértek, hogy csináljak egy meglehetősen nagy, van egy ilyen fotósok emlékfala ott. Lucien Hervé-nek van már ott egy emléktáblája, tehát ott lesz majd egy emléktábla. Tehát azért vannak akciók, de én nem vagyok benne ennek aktívan a sűrűjébe, a közepébe. Azt tudom mondani akkor, hogy sok sikert a munkához, ehhez a fajta munkához, és azt is tudom mondani, hogy mi, mint Nimród, nagyon szívesen segítünk ebbe, hogyha szükséges. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, igazán kedves. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen.